képviselőasszonyok és képviselőurak! Ennek a felszólalásnak nem ma kellene elhangoznia. Önök, a kormánytöbbség azonban nem tették lehetővé, hogy az ellenzék, nem csak az én frakcióm, hanem egyetlen egy ellenzéki frakció sem mondhatja el a véleményét és gondolatait Trianon 100. évfordulóján a Magyar Országgyűlésen, az emlékülésen. Hogy ez hogyan fér össze a nemzeti összetartozással, annak megítélését önökre bízom, véleményem szerint sehogy. Mi, az ellenzék képviselő ugyanis, ugyanúgy magyar embereket képviselünk, ahogy önök, százezrek akaratát, és ennek el nem fogadása alapvetően sértő. Trianon ugyanis közös fájdalom minden magyarnak, éljen bárhol is a világon, itt az anyaországban, az elcsatolt területeken és mindenütt máshol. A trianoni béke nemzeti sorstragédia, de az érzelmeken túl, a mi érzelmeinken túl kell, hogy legyen elég erőnk, hogy más dimenziókat is lássunk. A történettudomány szerint az a jó béke, amely képes betölteni legfőbb hivatását, vagyis a nyugalom és a békesség megteremtését és fenntartását. Európában évszázadok alatt kialakult egy konfliktuskezelő mechanizmus, egy olyan módszer, amely szakított azzal a felfogással és gyakorlattal, hogy a győztes szétszedi, kizsigárli és megalázza a vesztest. Ez a koróikorból eredeztető gyakorlat. Hugo Grotius, Justus Lipsius és társainak gondolatrendszerét ültette át a valóságba, így kötötték meg az első nagy kontinens égés lezáró Westfáliai békét. Ezt a gyakorlatot alkalmazták majd két évszázaddal később a napóleoni háborúkat lezáró békénél. Gondoljunk csak arra, hogy a legyőzött Franciaországot nem szedték ízekre, nem alázták meg, hanem integrálták az új létrehozott rendszerbe. Kérem, ne gondolják, hogy ezek üres történészi merengések. Ennek a hagyománynak a felelevenítése épp az bizonyítja, hogy létezett más út, más módszer, amely Európában ismert és befogadott volt. Az első világháborúban győztes hatalmak szakítottak ezzel. Visszatértek a vé victis, jaj a legyőzötteknek típusú diktátumokhoz. A trianoni békével tisztelt országgyűlés, ahogy társaival is, történetileg az a legnagyobb probléma, hogy nem voltak alkalmasak arra, hogy betöltsék legfőbb feladatukat, sőt magukban hordozták az újabb, mi már tudjuk, még borzalmasabb és pusztítóbb háború, a második világháború csíráját. Mindennek belátása és felelevenítése fontos, de nem elégséges. A múltat ismerni nem egyszerűen önmagáért kell, hanem hogy folyamatok és összefüggések megértése segítsen jobb döntések meghozatalában, a jövő alakításában. A mi megítélésünk szerint magyarság és európaiság ügyének összekapcsolása a helyes út. Meggyőződésünk, hogy hazánk Európai Uniós tagsága és annak hosszú távú fenntartása a legmegfelelőbb. Nem gondolom, hogy az EU automatikusan mindent megold, de azt igen, hogy országos és nemzeti érdekeink érvényesítéséhez ez a legmegfelelőbb keret. Azt is, hogy megfelelő politika mellett a gazdasági és szociális különbségek csökkentése, amely különbségek szétfeszítik az országunkat. Továbbá az önrendelkezés, a kisebbségi elvek gyakorlati érvényesülése távlatosan is ezen keretek között biztosabb, s hosszabb időtartamot nézve a lehetséges bővítéssel ezek érvényre jutása ott is biztosabb, ahol ma még nem ez a helyzet. Évszázados klisékből ki lehet és ki kell lépni, tisztelt képviselők. A 20. század kudarcos sablonjait, legyen az az első fele, vagy a második fele. Egy más, egy új szemlélettel kell felváltani, mert mind a kettő, a 20. század mindkét kísérlete bebizonyította, hogy sikertelen. A múltra való emlékezés fontos, de emellett még fontosabb a jövő tudatos alakítása. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy magyarság és európaiság ügyének hosszú távú összekapcsolása. Ez a jövőkép, a valós nemzeti érdek.
Trianon 100. évfordulóján és azután is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, alelnök úr, tisztelt országgyűlés! A kormány nevében Orbán Balázs államtitkárról válaszol az elhangzottakra. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt alelnök úr. Magyar az, akinek fáj Trianon, tartja a konvencionális bölcsesség. Teremben ülők többsége bizonyosan egyetért ezzel az állítással, miképpen a nemrég publikált közvéleménykutatási adatok szerint a magyarok döntő többsége is. Vannak viszont olyanok, akik sérelmezik ezt az állítást, mondván kirekesztő. Formális logika alapján könnyű belátni, hogy miért gondolják így. Bármelyik honfitársunk úgy dönt, hogy nem foglalkozik Trianon traumájával, érezheti úgy, fájdalom hiánya a magyarságból is kizárja őt. Másfelől viszont, és ez itt a fontos kérdés, miért fájna Trianon bármely más nemzet polgárának? Úgy tűnik tehát, hogy ez a sajátos, már sarkos definíció akkor igaz, hogyha megfelelően értjük. Azaz, a Trianon miatt érzett fájdalom szinte elképzelhetetlen anélkül, hogy valaki magyar identitással ne rendelkezzék. A magyar identitás megismerésének egyik sarokpontja tehát Trianon megértése. Ebben az összefüggésben nevezhetjük a 100 évvel ezelőtti eseményeket Kant után szabadon a magyar identitás egyik lehetőségi feltételének. Így arra a kérdés, hogy miért fáj Trianon, akkor kaphatunk valódi választ, közelebbről is ránézünk az identitásunkra, mely általában véve is több komponensből táplálkozik. Identitásképző elem lehet közös biológiai származás, élőhely, emlékek, közös nyelv, közös hagyományok, vagy éppen a vallás. Nehéz lenne ezeket az elemeket vegytisztán szétválogatni, azonban bizonyos, bármennyire is tankönyvízű az, amit mondok, ettől még igaz, hogy az identitás olyan közös jellemzőket takar, amelyekkel mi legalább még egy embertársunkkal osztozunk. Minél többen osztoznak ezeken a jellemzőkön, annál többen vallják magukat az adott csoporthoz tartozónak. Ez azonban még nem elégséges az identitás kialakulásához. Közös jellemzők megléte vagy hiánya, ugyanis voltak éppen igazából annak függvénye, hogy az előny egyének valóban közösen és kölcsönösen felismerik-e ezeket a tulajdonságokat egymásban. Közös identitás, tehát végül mi magunk, emberek hozzuk létre azáltal, hogy felismerjük ezeket az identitásképző elemeket egymásban. Azaz, mi magunk töltjük meg tartalommal. A trianoni trauma is identitásunk, tehát saját magunkról szóló történetünk része, ami mint kovalens kötés összetart bennünket. Éppen a korunkban tapasztalt sorozatos válságok világítanak rá arra, hogy vészterhes időkben mennyire felértékelődnek a nemzeti identitás alkotó elemek. Globális gazdasági válság, brutális konfliktusokkal járó népvándorlás, világméretű járvány, aszimmetrikus katonai konfliktusok esetén elsősorban saját nemzetünkre számíthatunk. Sőt, az a nemzettel összefüggő identitás elemeket háttérbe szorító kozmopolita életmód, amely látszólag oly kiválóan működik a béke napjaiban, válság esetén egyszerre csak fenntarthatatlanná válik, s maga is az összeomlás hajtóerejeként hat. Éppen ezért voltak rendkívül károsak, és károsak ma is azok a megnyilvánulások, amelyek a határon túli magyarságot támadják, illetőleg semmibe veszik, sértegetik a Trianonra és a nemzeti összetartozás gondolatára emlékező magyarokat. Nem is az emberekre sértő igazán ez, sorozatosan történt és történik, illetve ami elhangzik, hanem Magyarországra. Nem őket bántja meg, mert ők nem foglalkoznak ezzel, legyintenek, hanem a magyar nemzetet összetartó kovalens kötéseket rombolják az ilyen beszédek. És éppen ezért elfogadhatatlan ez ilyen nemzetpróbáló időben. Ma van Trianon, pontosabban holnap van Trianon 100. évfordulója. Fentiek alapján, függetlenül attól, hogy kinek fáj és kinek nem fáj Trianon, mi magyarok mind megszenvedjük ezt a napot. Ki ezért, ki azért. Ha akarjuk, ha nem, magyarságunk megértésének egyik legfontosabb lehetőségi feltétele ez. Örülök, felszólalása alapján ön azok közé tartozik, legalábbis én úgy értettem, akiknek fáj Trianon. Így arra kérem, hogy vegye vállára ezt a térítő munkát, és az ön politikai közösségéből is hozzon át mind több embert erre az oldalra. A rendnek ott, az azon az oldalon lévő fejekben kell megszületnie. Ahogy Krúdi mondta 18-ban, ha ebből a bajból ébbőrrel kimenekültök, minden magyar áttörelheti a szentek sovány lábszárát. Jelentem, kimenekültünk. A magyar-magyar kapcsolatok azóta nem voltak olyan bizalommal és élettel teltek, mint most. Hazánk válságálló ereje és teljesítőképessége rég nem látott mértékben erősödött. Azt remélem, hogy ennek mind együtt örülünk. Együtt emlékezik az ország, erőt merítünk a múltból, identitásunkból, és ennek felhajtó ereje
éppen egy ígéretes felévelő korszak küszöbére esik. Legyen ez a végszó és a startpisztoly eldörrenések. Köszönöm szépen!